10 napi rendi pont megtartotta októberi ülését az Oktatási és Művelődési Bizottság. Érdem vendégszerepel az Ötvös Cirkusz színvonalas produkció várja az érdeklődőket. 5 korosztály, 20 csapat, florbal utánpótlás torna a Batthyány iskolában. Köszöntöm Önöket, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Megtartotta október havi ülését az Oktatási és Művelődési Bizottság délelőtt a Polgárok Házában. A tagok értékelték a nyári napközis tábort, valamint döntöttek az Értéktár Bizottság felállításáról, illetve a szervezeti és működési szabályzatáról. Június végétől augusztus közepéig tartott az idei nyári napközis tábor Érden. A Teleki Sámuel általános iskola volt a szervezője a nyári programoknak. Az elvégzett munkáról elkészült a beszámoló is, az iskola által leadott anyaggal teljes mértékben elégedett volt a bizottság. Mind szakmai, mind pénzügyi beszámolót kaptunk. A szakmai beszámolóban ugye a népekről, illetve a népek különböző hagyományairól, szokásairól szólt maga a tábor, illetve ez volt a kerettörténete, és a pénzügyi beszámolót is megkaptuk, végül is mindenre jutott pénz. 271 gyermek volt a napközis táborban, tehát ez azt jelenti, hogy átlagban hetente 75 gyerek volt az önkormányzat által szervezett napközis táborban. Ugye ez ebben az évben, ugye mivel ugye voltak a változások, az önkormányzat felvállalta ezt a feladatot, hiszen a klik, ami ugye az iskolákat működteti, ez nem az ő feladata, illetve jelezte, hogy ez nincs benne az ő működésében, ezért az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy akkor legyen úgy, hogy ahogy az eddigi években is, hogy a város működteti a napközis tábort és biztosítja a gyerekeknek ugye a pénzt és természetesen a helyszínt. Úgyhogy egy szóval jól sikerült a napközis tábor. A pénzügyi beszámoló 500 ezer forint körüli összeg maradt az eredeti költségvetéshez képest, úgyhogy úgy néz ki, illetve hát hála jó Istennek, hogy rendben volt mind szakmai, mind pénzügyileg. Az Érdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatát is elfogadták a jelenlévők, egyetértettek az abban foglaltakkal. A törvényi előírások szerint alakuló értéktárbizottság 3 elnökségi taggal alakulhat meg. Ez alapvetően arról szól, hogy azok az értékek, akár tárgyi, akár szellemi értékek, amelyek a város területén vannak, azokat őrizni kell, vigyázni kell, össze kell gyűjteni, ezeket kezelni kell, és ennek az SMS-ét, mivel a bizottságnak a hatásköre, ennek az SMS-ét fogadtuk el, és ezt tárgyalta meg a bizottság. A legfontosabbak között tárgyalta a bizottság a város jövő évi költségvetésének a koncepcióját is. Alapvetően ugye itt fontos dolgok voltak, hiszen ugye az önkormányzat most már a oktatási intézményeknek ugyan a tulajdonosa, fenntartja, de maga az oktatás részét ugye nem az önkormányzat finanszírozza, hanem ugye az előbb említett klik, de azért a mi feladatunk az intézményeknek a működtetése, úgyhogy ez is benne volt a koncepcióban, és hát alapvetően ugye globálisan meghatározta az irányt, hogy mi szerint és milyen módon tudjuk a következő évi költségvetésnek a számait megtervezni. Az Érdi Művészeti Díj és a Csuka Zoltán díj meghirdetésére vonatkozó javaslatot is elfogadták a bizottság tagjai, így ezeket az elismeréseket idén is átadja majd az önkormányzat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából dr. Aracki András országgyűlési képviselő a török-bálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házban mondott ünnepi beszédet. A politikus a megjelentek előtt elmondta, hogy az 1989-ben elkezdődött a szocialista rendszert megváltoztató folyamat az elmúlt 3 esztendőben lezárult, a múltunk a helyére került. Az ország előremutatóan átalakult, ami egyben a jövőnk megalapozása is jelenti. Így az újjászervezett Magyarország hónapról hónapra erősödik. 1956 célja valósággá válik, öröksége pedig méltó kezekbe került, tette hozzá dr. Aracki András. Novembertől tovább csökken a rezsi, a tavalyi árakhoz képest 20%-kal kell kevesebbet fizetni a gáz, az áram és távhőáráért. Ez a rezsicsökkentés 3. üteme. Idén már 9 szolgáltatás árát csökkentette a kormány. Januártól 10%-kal csökkent a gáz, az áram és a távhőára, júliustól csökkent a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés díja. Novembertől pedig újabb 11,1%-kal csökken a gáz, az áram és a távhőára. Az eddigi intézkedések egy családnak átlagosan körülbelül 100 000 forint megtakarítást jelentenek.
Érdre érkezett a világhírű ötvös cirkusz. Az elkövetkezendő 3 napban színvonalas műsorral szórakoztatják majd az érdeklődőket. Az előkészületekről és a programról Ötvös Lóránt cirkuszigazgatót kérdeztük. Az ötvös cirkuszt még 1920-ban alapította Ötvös Nándor Aladár, majd később unokái újra alapították. Az ifjabbik generáció vezetése alatt és az idősebbek tanácsainak köszönhetően olyan műsort hoztak létre, amely ötvözi a hagyományos cirkuszt a modern, fantáziadús koreográfiákkal, hangsúlyozta a cirkuszigazgató. A világhírű cirkusz Magyarországon és külföldön egyaránt óriási sikert ért el, mindig megújuló műsorszámaival. Az idei műsorunkban 40 fős társulattal jöttünk, ebből körülbelül 15-16 lép fel a porondon, a többi az ugye vannak munkások, akik segítik a sátor építését, sofőrök, szakács, családtagok, tehát így teszik ki a teljes 40 főt. A műsorszámok közül nagyon sok fantasztikus artista produkció látható majd, lesz ugródeszka akrobata csoport, levegő akrobaták, zsonglőrök, hullahop, itt lesz Steven a boholc, aki természetesen a gyerekeket kell szórakoztassa, de az est fénypontja akkor is a 3 elefánt lesz, akik egyszerre lépnek fel a porondon. Ugye egyenként 4 tonnát nyomnak, tehát összesen 12 tonna lép fel az ötvös cirkusz porondján, és ezek az elefántok 2 éve, 2011 januárjában a Monte Carlo-i Cirkusz Fesztiválon megnyerték az Arany Boholc díjat, mely a legrangosabb kitüntetés a cirkuszok világában. Ez olyan, mint a színészeknél az Oscar díj. Tehát is ők hárman, a 3 hölgy fog egyszerre fellépni a porondon, és hát ez az est fénypontja természetesen, amikor a gyönyörűséges elefántok így betrappolnak a műsorba. És külön szolgáltatásként a szünetben lehetőség van arra a közönségnek, hogy az egyik elefánt hátára felülve fényképet készítessenek maguknak emlékként. A cirkusz néhány napja érkezett Érdre, és már teljesen készen állnak az érdeklődők fogadására. A sátor felépült, a berendezés bent van, minden készen áll arra, hogy pénteken fogadjuk a közönséget. Reméljük, hogy sokan lesznek, egyelőre elég nagy az érdeklődés, tehát úgy tűnik, hogy elég sokan lesznek. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, aki szeretne jönni, hogy időbe vásárolja meg a jegyét, hogy nehogy az legyen, hogy esetleg nem jut hely. Igazából a cirkusz sosem vesztett az érdeklődéséből, de vannak olyan periódusok az emberek életében, amikor ilyen válságok vannak, akkor nem igazán engedhetik meg maguknak, hogy cirkuszba járjanak, de igazából máshova se nagyon. Most egy olyan időszakot élünk, amikor szerintem a cirkusznak nincs anyagi gondja, tehát igazából mindig szoktak jönni sokan. Reméljük, hogy ez így is marad, és igazából a népszerűség az sosem csökkent, mert évről évre mindig jó műsorokkal, színvonalas jó műsorokkal lépünk fel a nagy érdemű közönség előtt, és az idei év is az egyik legjobb előadásunk, tehát én úgy gondolom, hogy ezt azért látnia kell mindenkinek. Március 15-én szoktuk kezdeni a szezont, általában az Alföldön kezdjük, így Kecskemét-Szeged környékén, onnan átmegyünk a Dunántúlra, végig megyünk egész Dunántúlon. Nyáron, amikor van a július-augusztus időszak, a legmelegebb időszak, ugye a turista szezon, akkor Balatonfüreden vendégszerepelünk 2 hónapot, és ősszel váltakozva egyik évben Budapesten lépünk fel, így Budapest környékén, következő évben pedig általában így az Alföldön szoktunk még tovább menni. Tehát ez változó, de általában így szokott lenni a turnénk. Az ötvös cirkusz produkcióját pénteken, szombaton és vasárnap tekinthetik meg az érdeklődők. Október 23-án a Batthyány Általános Iskola utánpótlás floorball tornának adott otthont. A megmérettetésre 5 korosztályban összesen 20 csapat érkezett, természetesen az érdiek is képviseltették magukat. A verseny elsődleges célja a novemberben kezdődő bajnokságra való felkészülés volt. A tegnap megrendezett floorball utánpótlás tornára 8 és 15 év közötti fiatalok érkeztek összesen 5 korosztályban. A megmérettetésen fiú és lány csapatok egyaránt részt vettek. A verseny célja felkészülés a november elején induló bajnokságra. Minden korosztályba akarunk mi is indulni, és a Magyar Floorball Szövetség most új vezetés van ott, és egy ingyenes felkészülési lehetőséget biztosít. 2 hete Komáromban voltunk, most pedig itt játszunk felkészülési tornán. A megmérettetésre összesen 20 alakulat érkezett, minden korosztályban 4. Az érdiek természetesen minden korcsoportban képviseltették magukat. A csoportokon belül körmérkőzéses formában dőltek el a helyezések. Mária Remetéről vannak lánycsapatok, ők most először jelentek meg a versenyrendszerben, és nagy meglepetésre most éppen megverték a Phoenixet, aki egy erős csapat, úgyhogy ott akármi is lehet még. Remélem, hogy a miénk is kitesznek magukért. A fiú mezőnybe Phoenix van, Mária Remetéről van csapat, illetve a krokodilok, akik
pestiek, de itt érden játszanak amúgy. Ők vannak még, hát remélem, hogy ott is azért egy második helyet el tudunk csípni a fiúkkal. A küzdelmek két pályán párhuzamosan zajlottak, a legkisebbek egy keresztben felállított kisebb pályán meccseltek. A kisebbek minden szabályt betartanak, csak nincs kapus és kicsi a kapu, 1 méter x 60 centi, és a nagyobbak pedig már a kapussal játszanak, de még csak hárman meg a kapus, tehát körülbelül olyan kétharmada a felnőttek pályájának. Érdem Pavelka Zoltán irányításával a felnőtt alakulat mellett több éve működik az utánpótlás is. A kezdeti nehézségek után ma már úgy érzi, lelkes, tehetséges fiatalok sportolnak nála, akik az elmúlt években folyamatosan fejlődtek, így jó esélyekkel indultak a hazai rendezésű tornán is. Szeretnénk nyerni valamelyik korcsoportba, remélem, hogy már sikerülni fog. Két hete Pakson már szereztünk érmeket, és a lányokat nyertek. A fiúk még csak második, harmadik és negyedik helyen végeztek. Általában ott 6 csapat indult korcsoportonként, most itt csak 4, de bízom benne, hogy fogunk nyerni. Először is annyira jó voltam, hogy lőttem azért gólokat, kivéve a Daját meg a Zolit, mert ő volt azért a nehezebb. De a Balázsra mindig előre megyünk, és úgy lőjük a gólokat. Egyszer most például bepasszoltam neki oda oldalra, és úgy lőtte be. A fiatalok között egészen már 8 éves csapatban is, most pont őket néztem ezelőtt, mielőtt kijöttünk, nagyon ügyesen csapatjátékot játszanak. Van köztük aztán, akit a lelkesedése elvisz, és csak utoléri a labdát, és jó nagyot beleüt, de egy jó, erős csapatot össze lehet belőle rakni olyanokat, akik már csapatjátékot játszanak. Hogy hogyan szerepeltek az érdi csapatok, és milyen helyezéseket értek el, azt jövő heti sportműsorunkból tudhatják meg. Péntekre virradóra felszakadozik a felhőzet, ám a keleti-délkeleti országrész kivételével többfelé párássá, ködössé válik a levegő. Csapadék már sehol sem valószínű. Gyenge marad a légmozgás, a minimum hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben a pára és ködfoltok feloszlását követően sok lesz a napsütés. Nyugaton, északnyugaton megélénkülhet a déli-délkeleti szél, délutára 18 és 23 fok közé melegszik a levegő. Az érdivárosi televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!